A CrossFit egy a 2000-es évek elejéről az Egyesült Államokból származó fitness rendszer, mely az elmúlt közel két évtizedben globális népszerűségre tett szert. Művelői szerint egyfajta életfilozófia és versenysport is egyben, amely főként olimpiai súlyemelésből, erőemelő és gimnasztikai gyakorlatokból áll, így a legkomplexebb és legmegterhelőbb mozgásformák csoportjába sorolható. Nagy népszerűségnek örvend közel 10 000 regisztrált edzőteremmel világszerte. Vannak, akik hobbiként és vannak, akik versenysportként tekintenek a crossfitre. Aki valóban hobbi szinten űzi ezt, annak nem fontos. Ugyanis minden egyes edzés, minden egyes óra tulajdonképpen fölmérő jellegű is lehet, attól függ, hogy a szakmai vezetés hogy állítja össze a mozgásanyagot egy-egy órára, hétre vagy egy makrociklusra. Aki komolyabban veszik ezeket, az órákat, és fölmerül bennük esetleg az a motiváció, hogy versenyen is szerepeljenek, azok számára vannak különböző szintű versenyek. Három ország 25 klubjából közel 140-en érkeztek szerb, román és magyar versenyzők. Három kategóriában junior, master és open, melyeken belül férfiak és nők között is hirdettek eredményt, ahol bakújjak is dobogóra állhattak. A Masters női verseny köteles Hajnalka nyerte, a Masters férfi versenyben harmadik helyezést ért el Földesi Csaba, open női kategóriában pedig Tallér Szandra harmadik helyen végzett. A mostani verseny elsősorban az állóképességet tette próbára. A résztvevők számos gyakorlatot végeztek, többek között futottak, eveztek, ugrókötelesztek és kettlebellt lendítettek. A cél a lehető legtöbb szabályos ismétlés bemutatása volt a megadott időn belül. Nyáron is rendeznek majd megmérettetést az entaiak, ekkor egy nagyon sokoldalú mozgásanyagot igénylő crossfit rendezvényre várják majd a kihívásra vágyókat.